Vladimir Putin orosz elnök holnap a déli órákban érkezik Budapestre, de már ma megkezdődtek a tárgyalások az orosz delegáció és a magyar kormány között, közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium. A szűkkörű találkozón a miniszterelnökön és az elnökön kívül két-két fő vesz részt, azt követi egy plenáris megbeszélés, egy közös nemzetközi sajtótájékoztató, majd egy munkaebéd. Leginkább energetikai kérdések kerülnek szóba a holnapi találkozón. Ezek közé tartozik a 2021 utáni gázellátás, a paksi atomerőmű beruházás, a harmadik országba irányuló gépipari együttműködések, illetve az oroszországi magyar befektetések helyzete. Vendégem Nográdi György biztonságpolitikai szakértő, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Pofon egyszerű kérdés, köszönjük szépen, hogy elfogadta. Miért jó nekünk, ha Magyarországra látogat az orosz elnök? Hát azért, mert Magyarország az Európai Unió NATO tagja, Oroszország egy teljesen más külpolitikai konstellációba gondolkodik. Amit itt az államtitkár úr elmondott, tökéletes volt. De a külpolitika oldaláról azért néhány dolgot látni kell. Egy, jelenleg a korábbi Obama-féle amerikai politikát, amit Nuland képviselt, hál' Isten már kirúgták a külügyből. Helyettes államtitkár volt. Tehát ami az amerikai álláspont volt, hogy a NATO kölcsön 2%-ot valamennyi állam katonai kiadásra. Kezdjük el a rendkívül komoly fegyverkezést. Adjuk át a nálunk lévő volt szovjet haditechnikát Ócskavasáron, magyarul ingyen Ukrajnának, és fedezzük Ukrajna hátát. Ez azt jelentette, hogy a skandináv államok elfogadták, Nagy-Britannia elfogadta. Ez látszott most, és ha valaki végignézte a May-Trump találkozót, ez benne volt. A három balti állam fél az oroszoktól, a lengyel politikában benne van a hagyományos orosz ellenesség, a román politika pedig elfogadta ezt az amerikai álláspontot. Itt elhangzott egy mondat arról, hogy volt két megállapodás, Minsk 1, Minsk 2. Jelzem, Minsk 1-et és Minsk 2-t, és ettől kezdve bármiről boldogan beszélhetünk. Egyik fél sem tartotta be, tehát megint felelőssé lehet tenni az oroszokat, de az ukránok abból, hogy a Donbassnak autonómiát kell adni, szabad nyelvhasználatot, ami le van írva, egyszerűen, tényszerűen nem tartották be, pont. Na most ettől kezdve mi a magyar álláspont? A magyar álláspont az, hogy rengeteg olyan kérdés van, amit nekünk a Putyinnal meg kell tárgyalni. Nem véletlen, hogy évente csúcs találkozó van, a magyar diplomácia ebbe az évben aktív, a magyar-orosz csúcs mellett a magyar miniszterelnök Pekingbe megy, nagyon sok kétoldalú, egyes számú vezetői találkozó lesz. Itt a gyógyszeripar, államtitkár úr beszélt a mezőgazdaságról. Itt van PAKS II. Elmondták az oroszok azt, hogy Magyarország részt vett két gázvezeték projekt építésébe. Ez egy rendkívül komoly dolog. 2021-ig Magyarország gázellátása biztonságban van, meg kell tárgyalnunk a jövőt. Emellett, tehát a kétoldalú kapcsolatok mellett, és ez rengeteg pont, szóba jön természetesen a világpolitika, ahol más Oroszország és más Magyarország súlya, de azért annyit látni kell, hogy Magyarország az orosz-ukrán kérdésben, elnézést kérek, nem elfogult. A szír kérdésben úgy érezzük, hogy nem vagyunk elfogultak, és van egy alap. Az alap az, hogy meg tud-e állapodni egymással Trump és Putyin. Ha igen, akkor az iszlám államot felszámolják, ha igen, akkor vége lesz a Donbass problémának. Én most elmondom azt, hogy a Krímről az orosz belátható történelmi ideig nem fognak lemondani, a Donbassról lehet tárgyalni. Tehát nagyon sok olyan dolog van, amit Moszkva és Washington csak együtt tud megoldani. Jó is, hogy visszakanyarodtunk egyébként az előző beszélgetésre, tehát Donald Trump személyek garancia lehet arra, hogy egyébként változik a szankciókkal kapcsolatos kérdés is? Hát itt ugye valamiféle nukleáris leszerelésre kapcsolatban. A válasz az, hogy elképzelhető, hogy igen. Tehát azért néhány dolgot látni kell. Trump elmondta azt, hogy ő úgy jött be a nagy politikába, hogy előtte nem voltak politikai funkciói, zárójel Obamának se. Tehát nagyon sok ilyet el tudok mondani. Következő. Trump egy pragmatikus politikus. Rengetegen nem szeretik, rengetegen szeretik. Az amerikai média, amelyiknek jelentős része liberális, a Trump ellen foglal állást. De ha megnézem az utca emberét, akkor nagyságrendileg ugyanannyian vannak Trump mellett, mint Trump ellen. Az amerikai választások ezt mutatják máshogy. A Trump nyilvánvalóan rengeteg dolgot máshogy lát. Üdvözölt a Brexitet. Én végignéztem a sajtótájékoztatót a May-jel. Azt mondta, hogy különleges kapcsolatokat alakít ki Nagy-Britanniával. Nem lesz egyszerű. Ez azt jelenti, hogy May bejelentette, hogy a 50. cikkely alapján elkezdik a kilépési tárgyalásokat az Európai Unióból. Zárójel. Ettől kezdve Európa stratégiailag meggyengül, zárójel bezárva. Ettől kezdve fölértékelődik Nagy-Britannia számára az USA, és ami ennél fontosabb, az USA számára Nagy-Britannia, mondom magyarul, leértékelődik Németország. Németországba színre lépett néhány nappal ezelőtt egy új politikus, Schulz. Ő egy önálló kérdés, hogy mit akar, mi lesz, stb. Na most egy ilyen helyzetben a Trump új közel-kelet politikát mond. Azt mondja, hogy az amerikai nagykövetséget átviszi Tel Avivból Jeruzsálembe, és megpróbál közvetíteni az arabok és izraeliek között. És elkezdődnek az orosz-amerikai tárgyalások. Azért hogy jegyezzem meg, hogy Szíriáról most az elmúlt napokban Kazahsztánban tárgyalás volt, ahol az amerikai nagykövet megfigyelőként részt vett. Hol lesz a következő forduló? Genfbe. Tudom, hogy már nem szokás hivatkozni Albrightra, de Albright azt mondta, amikor külügyminiszter volt, és utána hívjunk össze egy közel-kelet konferenciát. Aki nem jön el, kimarad. Máshogy Putyin útja létfontosságú, máshogy Putyin számára Magyarország fölértékelődött, és a térség egyik legfontosabb állama minden miatt. A magyar politika miatt, stb. Az a politika, amit Európa folytat, és amiről az államtitkárról beszélt, bocsánat, hogy embargó, és a többi, ez a múlt. Lehet, hogy most márciusban nem tölik el, de egy vagy két ütemmel később el kell törölni, mert ez az embargó ugyan valamelyest hátravetette Oroszországot, de legalább annyit ártott Európának is. Tehát enyhítésre lehet számítani ebben a kérdésben? Meggyőződésem szerint rövid időn belül nem, még egyszer lehet, hogy márciusban nem, de egyel később ez már törvényszerű lesz, addigra ki fog bontakozni a Trump-féle politika. Érdekes dolgokról beszélnek külföldi sajtóorgánumok. Trump, Orbán, Putyin tengelyről beszélnek, ez túlzás lenne? Ezt, ha ránézek a három ország nagyságára, akkor túlzás, de tény az, hogy a három ember gondolkodásmódja hasonlít egymáshoz. És tény az, hogy az európai fővonal, a PC kezd megbukni. Szóval az, hogy Németországba színre lép egy új párt, amelyet most megpróbálnak földrabolni, és 14%-ra fölment egy héttel ezelőtt. Az, hogy Franciaországban a szélsőjobboldali Le Pen első helyen áll, aki üdvözli az amerikai új elnököt, Trumpot. Az, hogy Ausztriában nem merik kiírni a választást, és a néppárt és a szociáldemokraták kinkeservel együttműködnek, holott az alapkérdésekbe se értenek egyet, mert félnek a szabadságpártól. Mindez azt jelenti, hogy Európában a történelmi lépték megváltozott, a PC megváltozott, és elnézést kérek, 2-3 évet kérek, és az európai politikusok jelentős része meg fog bukni, mert a tömegeknek ebből a PC-ből elegük van. Erre egy példa a migráns kérdés, de a migráns kérdés mellett nagyon sok egyéb is. Ez is következménye mondjuk a javuló amerikai-orosz viszonyoknak? Vagy ugye, ha jövőbe tekintünk, más szintre egy más szintre emelkedő. Tehát gyakorlatilag Obama számára rendkívül fontosak voltak az emberi jogok. Elnézést kérek, emberi jogok kérdésébe a világon bárkibe bele tudok rúgni, ha akarok, az USA-ba is. A kérdés az, hogy hol a mérce és mi az alap. Trump egy pragmatikus politikus, ő számára az eredmény számít, és így fog tárgyalni Putyinnal. Szerintem Putyin is pragmatikus, és elnézést kérek, a magyar miniszterelnök is pragmatikus. Ha már a magyar miniszterelnök úr szóba került, akkor ugye holnap látogat Magyarországra az orosz elnök. Mik lehetnek a konkrét témák? Ugye itt már néhány szóba került, de mi lehet még azon túl, ami terítékre kerülhet Magyarországgal kapcsolatban, illetve a magyar-orosz viszonyok kapcsolatban? Orosz beruházások Magyarországon, az embargó jövője, a magyar gyógyszeripar jövője az orosz piacon, a magyar export lehetőségek bővítése, különböző lehetőségekkel, nem akarok belemenni, a magyar-orosz oktatási együttműködés, elnézést, a magyar-orosz mezőgazdasági együttműködés, tehát rengeteg olyan dolog van, ami létezik. Azért egyet tisztázzuk, a szovjet időkben, amely hála jó Istennek elmúlt, Magyarország külkereskedelmének, exportjának 1/3 ment az akkori szovjet-orosz piacra. A jelenlegi helyzetben számunkra Oroszország egy rendkívül fontos piac. Az államtitkár úr itt elmondta, hogy mi erről a piacról az embargó miatt kiszorultunk. Vissza kell menni, ez idő, energia és pénz, és ezek szörnyű nehéz dolgok. Ha egyszer elvesztek egy piacot, oda visszatérni életveszélyes, nagyon nehéz. Ezt a piacot betömték. Én távol álljon tőlem, hogy mondjak országokat, de országok abból jelenleg kiválóan élnek, hogy az embargót kijátsszák, és rajtuk keresztül megy a különböző országok exportja Oroszországba. Viszont ugye jelen pillanatban ezek a szankciók érvényben vannak. Hogyha... Papíron. Hát papíron. Igen, de mondjuk, hogyha magyar-orosz viszonylatban vizsgáljuk ezt a kérdést, akkor mindenképpen meg kellene várni, hogy valamiféle enyhülés legyen. Igen, tehát ezek valamiféle alapozó tárgyalások. Erre az államtitkár úr tökéletesen elmondta, hogy az Európai Unióban 6-7 ország ugyanazt mondja, mint mi, de amikor szavazni kell, akkor nem mer felszólalni. Én Én Brüsszelben voltam, amikor a szankciók megszavazása előtt, 2-vel ezelőtt az olaszok azt mondták, hogy értsük meg, hogy ők beledöglenek, ha még egy ciklus jön. 2 ciklus volt, és nem szavaztak ellene. Tehát az egyhangúság elvét mindenki tartja. Mindenki csatlakozik az Európai Unió mai vezetéséhez, Berlinhez. Csak elnézést kérek, ebbe az évben szeptemberben Berlinben választások lesznek. A tavalyi év 5 tartományi választásából 5-öt a mai német kormány Merkellel az élen elvesztett. Idén 3 választás lesz. A Merkelék államfőjelöltet nem tudtak adni, a Gaukot nem ők adták, és a Gauk most nem hajlandó a 2. ciklust elvállalni. A szószdem jelölt a Frank-Pater Steinmeier lesz 99% valószínűséggel, aki egyébként erre alkalmas, Németország következő államfője. Tehát egy olyan forrásban lévő Európáról beszélek, ahol bármi megtörténhet, elnézést, és az ellenkezője is. De hát nyilvánvalóan akkor őszig legalább várni kell, hogy az Európai Uniós gondolkodás, és ugye ezzel együtt Németország gondolkodása változzon. Így van, és a németek számára az óriási profon volt a 2 évvel ezelőtti migráció, amit nem tudtak kezelni, ahol Merkel azt mondta most, hogy idén 500 000 gazdasági migránst visszaküld, nem fog tudni. Tavaly decemberben azt mondta, hogy 12 000 embert visszaküld Afganisztánba, töredéket tudta visszaküldeni. Tehát az orosz pozíciók alapvetően változatlanok. A magyar pozíciók alapvetően változatlanok. Tehát magyar-orosz relációban egy széles paletta van, ahol el kell dönteni, hogy mikről tárgyalunk és miről tudunk megállapodni Putyinékkal. Azért nem véletlen, hogy a Putyin tanácsadói már Budapesten vannak és készítik elő az orosz államfő budapesti útját. De mégiscsak szűk a mozgástér. A mozgástér annyiból szűk, hogy mi, hála jó Istennek, az Európai Unió és a NATO tagjai vagyunk, és a Visegrádi négyek egyik állama. Ez egy óriási lehetőség, ez a hátunkat biztosítja, és a politikai lehetőségeinket javítja. Ugyanakkor nyilvánvaló az, hogy a magyar politika nem fog szembe menni se a NATO-val, se az Európai Unióval, de ezen belül a mozgásterünkkel élni szeretnénk. A V4 tagállamok egyébként egyetértenek ezekben a kérdésekben? Tehát ők nem, a V4 tagállamok első ügye, ahol valóban egyetértettek, a migránsválság magyar megítélése volt. A V4 tagállamok közül, és államtitkár úr erre célzott, Lengyelország alapvetően orosz ellenes, benne van a történelem. Ha megnézem a lengyel fölméréseket, elképesztő az orosz ellenesség. A másik 3, a csehek, a szlovákok és a magyarok nem félnek az oroszoktól. Ugyanakkor azt is meg kell mondani, hogy soha nem beszélünk róla, de bármikor bekövetkezhet egy óriási migráció Ukrajna felől. Nem szoktunk arról beszélni, hogy az ukrán migránsok közül a legtöbb Olaszországba megy. Rengeteg ukrán ment át Oroszországba, és nem csak az orosz származásúak, és ott dolgoznak. Tehát Ukrajna jelenleg egy olyan helyzetben van, ahol a függetlenség óta bármilyen vezetés volt, az lopott, teljesen mindegy, hogy jobb vagy baloldali kormány, az ország hagyományosan ellenséget keres, hála jó Istennek ezt nem Magyarországba találta meg, hanem Oroszországba, de Magyarország számára ezzel együtt Ukrajna a szomszédunk, Ukrajnán keresztül jönnek be áruk Oroszországból, és Ukrajnában egy nagy létszámú magyar kisebbség él, tehát nekünk a kapcsolatot Kijevvel, bármi történjék, tartani kell. Itt fogjuk majd folytatni a beszélgetést. Köszönöm szépen, hogy eljött. Én köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőink, most jön egy rövid reklám, utána pedig folytatódik a Napi Aktuális a második résszel. Tartsanak velünk!